Néhány napja nyerte meg a Nemzeti Vágtát Németh János. Az Őcsény színeiben induló férfinak ez már harmadszor sikerült. Nagyon nagy érzés. Sok embernek sajnos nem adatik meg a Nemzeti Vágtán, ugye. Nekem már harmadszor sikerült. Ez mindenképp úgy gondolom, hogy egy dicsőség. A mostani győzelem értékét tovább növeli, hogy János idén nem saját lován ülve győzte le a többieket. Galaxival egy szívességnek köszönhetően versenyezhetett. Pap Gyula, illetve Stankov Norbert a tulajdonosok, és Molnár Gyöngyi, ugye ő a tréner, aki a lóval foglalkozik, lónak a különböző edzésmódját adja meg, és felügyeli is ezeket a dolgokat. Én, mint lovas, szerepeltem most az idén ebbe a történetbe csak. Ez azt is jelenti, hogy János és Galaxy mindössze néhány hónapja, nyár elején kezdték el a közös munkát, ami nem is ment az elején teljesen zökkenőmentesen. Nem egy egyszerű lovaglású azért Galaxy, ugye el kellett, hogy nyerjem a bizalmát, és ez kölcsönös volt. Amikor ő bízott bennem, akkor onnantól kezdve én is elkezdtem bízni benne, és így sikerült ez az eredmény. Az már az érdi előfutamon is látszott, hogy János és Galaxy rendkívüli párost alkotnak. Akkor ugyanis pályarekordot futottak. A terv pedig az, hogy jövőre is együtt vágjanak neki a Nemzeti Vágtának. Tulajdonosoktól már ismételten megkaptam a bizalmat, ami azt jelenti, hogy már a jövőre gondolunk, és mivel, hogy megnyertük a Nemzeti Vágtát, így nem kell kvalifikálni, tehát automatikusan bejutunk a Nemzeti Vágtára. Én úgy gondolom, hogy ha minden rendben lesz, és egészségesek leszünk, ami a legfontosabb, ló és lovas, illetve még továbbra is úgy gondolják a tulajdonosok, akkor valószínű, nagy valószínűsége ugyanígy Őcsény színeit fogjuk képviselni. Jánosnak azért nem titkolt álma, hogy 2013 és 15 után egyszer ismét saját lóval nyerjen. Erre pedig minden esélye meg is van, hiszen a csikója idén töltötte be az első életévét.